megcsináltuk a megfelelő mennyiségű, minőségű alapozást. Én azt gondolom, a fizikális dolgokkal nincs baj. Most az van, hogy össze kell rakni azokat a játékosokat, akik jöttek, be kell illeszteni. A csapatba ugye voltunk egy felkészülési tornán Debrecenben, ahol még a két junior válogatónk nem volt itt, és a Takács Bálint pedig még nem térhetett vissza a válműtétje után. Ezek is jelenthetnek problémát. Az időfaktor az mindig fontos, hogy mennyi idő alatt lehet azt összerakni, és ugye van egy szorítás is, mert a jövő hét szerdán jártunk a Debrecennel, és ez egy borzasztóan fontos mérkőzés itt a Komiban. Annyi változás volt most, hogy rutinos játékosok is érkeztek, kicsit nőtt a csapat átlag életkora, akár Marnic Gergő, akár Babai Árpád érkezésével. Ez a tapasztalat, ez erősebbé teheti a csapatot? Én azt gondolom, hogy igen, hát ezért hoztuk ide őket tulajdonképpen, de ugye ebben is van egy pici furcsaság, hogy a rutin az azt jelenti, hogy már régóta csinál dolgokat, és esetleg nem olyan gyorsan alkalmazkodik, ahogy a fiatalok, viszont az alkalmazkodása sokkal stabilabb. Tehát most ezt szeretnénk valamilyen módon megoldani, ez is volt jó szerintem, és nagyon hasznos ez a debreceni torna. Itt azért a csapatok próbáltak egymás elől eldugni dolgokat, talán a Tatabánya kivételével, mert ők minden meccsen nem is azt, hogy a maximumot akarták kihozni, hanem ők tényleg a sikerre játszottak, ezt lehetett rajtuk látni, érezni. A többiek azért különböző taktikai megoldásokat próbálgattak, több összeállításban játszottak. Én is próbáltam arra figyelni, hogy a vízben legalább egy, de általában legalább két fiatal játékos volt, nem feltétlenül csak ifi, csak fiatal volt, és hát ugye viszonylag sokat kellett játszatni a külföldieket is, nagyon szempontból, hogy túl sokat kellett játszatni, de én azt gondolom, hogy ebből lehet jó, egy felkészülési tornának ez a célja. Újabb szezon kezdődik, hányadik neked ez a Vasasban? Csia, a felnőttben azt hiszem, hogy a 11. Összesen meg 16 vagy 17. amióta Vasasban vagyok. Mik a várakozások? Ugye most azért már megszoktátok, hogy jelentősen kicserélődik szinte évről évre a csapat. Most is voltak bőven távozók, érkezők. Volt már felkészülési torna, gondolom két kapukon is túl vagytok. Mik az első benyomások? Hát az éveleje mindig nehéz, főleg négy új játékos, két ifi még nincs. A külföldiek, a nyelvnek nehézsége, bár ez most már a héten orvosolni fogjuk, mert adunk nekik listákat, amiket meg kell tanulniuk. Mik állnak ezeken a listákon? Hát trágárságok nem annyira, mint inkább vízilabdázó szavak, hogy könnyedebben menjen a gyakorlás vissza, zóna, a szakmai nyelv elsajátítását várjuk tőlük. Everything looks good, it's a big club, well organized everything, and yeah, the first impression is very positive. In Spain, I think we did a lot of swimming, it's more, the game is more about the contra-attack and trying to be faster, and it's more in the speed, and here it's more tactics and with power also, so it's a big difference. I think everything was new. I only knew one player before I came here, they're very nice. I think we have a very nice and good coach. I can learn a lot from him, with a lot of experience of course, and the team is good. We have a good mix from young and old players, so I think we have a good team for this year, and we just have to show it. I have some time, but it's at the moment I'm more at home than outside because I'm pretty tired between the trainings, so I take the rest. But sometimes in the weekend I can go to the city to look around, to explore exactly. So it's good. Magyar Kupa is egyből Miskolcon. Annak kapcsán mik a várakozások, mennyire lehet elvárás, hogy tovább menjen a miskolci körből a csapat? Én azt gondolom, hogy tovább lehet ebből menni. Nem igazán ismerjük még azt, hogy a Miskolc milyen erős, meg a Kaposvár milyen erős. És én azt gondolom, hogy az UVS-ét azt meg kell verni, vagy azt mindenki meg fogja verni. Az Egert nagy valószínűséggel senki, vagy nagy meglepetés lesz, az Egert megverik. És azért fogalmazok óvatosan, hogy ugye tavaly se gondoltuk, hogy a Debrecen legyőzi az OSC-t, és ezzel igazából csak nekünk okozott borzasztó nagy nehézséget, hogy nem számított három pontot tudott szerezni. De én nem
hiszem azt, hogy a csapatok csúcsformában tudnak játszani ennyire a szezon elején. Mi nagyon a bajnokira készülünk, természetesen próbálunk minél jobban játszani. Megérkezik a két junior válogatott, és ha az orvosi stáb engedélyezi, akkor a Takács Bálint is perceket is, de fog játszani a mérkőzéseken. Tovább lehet jutni mindenképpen. Nyilván az Újpest meg az Eger meccs, hát az más kategóriák. Az egyik azért, mert elvileg könnyűnek kell lenni, a másik meg hát nem elvárható a győzelem. És ugye Miskolca és a Kaposvárral küzdünk. Mind a kettő verhető, de még nagyon az év elején vagyunk, tehát szerintem megjósolhatatlan, hogy három Vasas, Kaposvár, Miskolc közül ki fogja megnyerni a több meccset. Nyilván a bajnokságra pedig még ennél is nehezebb jósolni, azt azért talán látjuk, hogy most a nehezebbik csoportba kerültünk, talán ellentétben a tavalyival, ezt osztod? Hát, tavaly is azt beszéltük, hogy most a könnyebb csoportba kerültünk, aztán kiderült, hogy igazából a másik csoportból könnyebb volt a továbbjutás, mert a mi csoportunkban össze-vissza verések voltak, a másik csoportban meg egyenletes tempó volt, egyenletes teljesítmény. Elsőre én azt hiszem, hogy talán megint, hogyha azt nézzük, hogy a Szentes Kaposvár közül a Szentes kaptuk, és a Tatabánya KSI közül a KSI-t, ez jó, de a Kaposvárt és a Tatabányát is a bajnokságban meg kéne verni. Tehát én azt hiszem, hogy a Debrecennel fogunk küzdeni elsősorban azért, hogy bejussunk a mi csoportunk legjobb négyébe. A másik csoportban pedig a Miskolccal kéne. Nem tudom, hogy melyik a nehezebb, tényleg fogalmam sincs. Nehéz előre megmondani, hogy melyik csapat milyen lesz. Tavaly is voltak meglepetések. Én azt látom, hogy a középmezőny még megerősödött. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan csapat van, aki igazából gyengült. Most itt a kérdés az, hogy ki mennyire erősödött, és ezt mennyire tudja tartósá tenni. Mi ezzel próbálkozunk, ezért dolgozunk, hogy a tavalyi szezonban is hál' Istennek a végére összeálltunk, és a végén nem csak, hogy eredményesek voltunk, de jól is játszottunk, én úgy gondolom, és ennek is köszönhető az, hogy hetedikek lettünk. Az eleje az nem úgy sikerült, nagyon sok minden hátráltatott bennünket, de hát ezt nem tudjuk kiküszöbölni, ez az élet, a sport vele járója. Kicsit vonatkoztassunk el a végére a Vasastól. Gondolom, hogy követted a nyáron az olimpiai vízilabda tornát is. Érdekes volt, nagyon túl sok újdonságot nem hozott, volt egy-két nagyon jó meccs, és hát ugye az egyértelmű volt, hogy a szerb válogatott a nagyon egységes és kiegyensúlyozott csapatával tulajdonképpen mindenkit viszonylag simán le tud győzni. Voltak ugye ifjúság, illetve utánpótlás világesemények is, van, akik meg emiatt is hiányoznak tőlünk. Ott mennyire követted a játékosait szereplését, Burján Gergőjét, Simon Henrikét akár? Hát amennyire én hallottam és láttam, viszonylag jól játszottak. Én ennek örülök, de én azt gondolom, hogy az az igazi jó teljesítmény utánpótlás korú játékosnál, hogyha valaki bekerül egy OB1-es csapatba a saját erejéből, nem azért, mert nincs más játékos. Hál' Istennek mind a Henrik, mind a Gergő ezt kivívta magának már korábban az OB1-es csapatban. Én úgy láttam, hogy sokat fejlődtek. A Siminek a játéka, a Gergőnek a hozzáállása és ezáltal a játéka. Remélem, hogy ezt fogják tudni folytatni a Vasasban is.